Hát elsősorban gratulálok az érnek, nagyon komoly erőt képviselt, nagyon szépen játszottak. Minden, amit hibáztunk, ezt rögtön meg is büntettek. Ennek köszönhető is az eredmény. Amíg valahogy fejbe bírtunk és megbeszéltek szerint játszottunk, nem sok, 10 percig, de az meg valahogy működött. És utána sajnos nem folytattunk ott, ahol kellett volna. Rögtön kihasználta hibáink azért, és utána teli önbizalommal játszott. Még egyszer gratulálok nekik. Én is egyetértek Óvával, és úgy érzem, hogy az elején összeszedettek voltunk, jól egybe voltunk, aztán a második fél időre teljesen szétestünk védekezésben, és nem is került összeszedni magunkat, és... No, hát a lányok és a csapat nevében köszönjük az ellenfélnek a gratulációját. Azt hiszem, hogy ma nagyon jól tudtuk használni azt, hogy sok jó emberünk van, és futómunkában az MTK fölé tudtunk nőni. Ennek köszönhető ez az elég nagy arányú győzelem. Én azt hiszem, hogy a lányok nagy kedvel játszottak, és fontos volt, hogy ezt a ritmust, amiből jövünk, azt tudjuk tartani. Én azt hiszem, hogy a mérkőzés nagy részében fegyelmezettek is voltak a lányok. Ami nekem külön nagyon tetszett, az a újra látható egység és szolidaritás, ami ezek között a lányok között működik a pályán. Ez érvényes mind támadásban, mind védekezésben. Ennek köszönhetően nagyon sok, ugye minden játékosunk pályára lépett, és mindenkinek volt pozitív dolga. Én azt hiszem, hogy ez fontos, nem olyan könnyű. Egy ilyen nagy téttel rendelkező ebben a bajnoki rendszerben nem olyan nagyon könnyű cserélgetni, de ma azt hiszem, hogy mindenki ezt így, ez egy fontos pillanat volt, és mindenki nagyon jól élt a lehetőséggel, örülök neki. Én is köszönöm az ellenfél gratulációját. Nagyon csapatként egységesen mozogtunk, védekezésben, mint támadásban. Szerintem, ha hibát is vétettünk, akkor egyből visszarendeződtünk, és onnan felálltunk, és sok lerohanás gólt tudtunk lőni. Egységesen mozogtunk, támadásban is, és nagyon jó kapus teljesítményünk.